Na, halihó. Körülbelül itt kezdődik a kertem, ez a bejárat. Itt a banános mindjárt jobbról. Van is egy fürt, amit én le is fogok máma szüretelni. Jaja. Na, itt a banános, hát arra hátul még tiszta gyoma banános, majd ki kell tisztogassam. Én nem voltam itt, meg tudom, elég sok munka azért. De hát mindegy, ki akarom így ritkítani, betrágyázni, és akkor lesz annyi banán, hogy hűha. Itt is van egy fölű, nem látszik a naptól. Éppen virágzik nagyba. Hol vagy? Na, hát ilyenkor már le kell törni azt a bimbót róla, mert különben elveszi az erejét a növénynek, hogy úgy mond. Na, hát így néz ki a banárügy. Közben egy rakat hangya rám esett. Na. Jó, hát ezt a banárügyet, visszatérek rá, ezt van, ahol megeszik. Vannak ilyen ázsiai országok, ahol fogyasztják, csak nagyon sokáig kell főzögetni, meg keserű. Hülyeség, én nem csinálom. Engem a többi érdekel, a banán. Na. Hát a kert az még egyenlőre csak egy, hát egy negyedét raktam rendbe. Ugye, ott majd egész hátul elkezdtem rendbe rakni. Meg itt ezt az első felét kezdtem el csinálni. Na, még egyszer a banános ott van. Szóval az első, mindjárt itt az elején, itt csinálom a fermentálást. Ezeket itt megtömöm a két hordót zöld, friss zöld hűvel. Akkor egy 5-6 napig hagyom fermentálni. Utána ilyen szép szőke, teljesen majdnem üres, ugye rostos hüvet szedek ki. A tápok, meg a mikroelemek, meg mit tudom én, a tejsav, ami fertőtlenít, az mind benne marad a silólébe. Silólében. Na. Hát itt az első sor. Itten van egy kis ilyen hosszú, majd fél méteresekre növő futóbab. Mármint a termése fél méteres, maga a bab az óriási növény. Megtámadták valamilyen bogarak, de ezek a bogarak csak úgy jönnek, mennek, megrágcsálják, aztán egyszer csak már nincsenek itt, ahogy erősödik a növény, úgy nem ízlik már nekik. Itt napokig esett az eső, és minden növényem egy kicsit gyönge volt, olyan zsenge, és elkezdtek rá jönni így a rovarok, de most, hogy kisütött a nap, most nagyon szépen erősödnek, és hát nem akarom megvédeni semmivel sem, mert tudom, hogy egy héten belül kinövi. Azután jön a kolbásztök, ami lassan most már elkezd futni. Hát elég jó formában vannak, majd tápanyagoznom kell, nagyon rengeteg ugye trágyát fogyasztanak, hát mind a féle tökféle. De hát ide szépen majd főfutnak, a bab meg a tök egymás mellett. Aztán itten majd petrezselyem lesz. Zöldség, ahogy nálunk mondják. Ebben a sorban, itten a következőben, hát itt ilyen vegyes, lesz egy kis saláta, lesz egy kis paprika, lesz egy kis retek majd. Egyenlőre nem sok minden van, már most kezdek rakni le ide paprikákat. Egy nagyobb is kint van, a csípős pepperoni. És a sor végén meg van két óriás ananászom. Hát ezek ilyen tényleg mind kisebb görög dinnyék akkora ananászokat fognak majd teremni. Legalábbis én akkora ananásznak a tetejéről vágtam le ezeket a hajtásokat, és szépen megfogták. Az egész kertben három sor paradicsomot tervezek. Itt van mindjárt az elején lesz három, egyben már benne van a paradicsom. A másodikat ezt itt éppen készítem elő. Hát a paradicsomok azok nagyon picikék, persze még ekkorák. Hát ilyen kicsikébe rakom ki őket, mert úgy tűnik nem eszi meg semmi, nem bántja semmi, mindjárt itt erősödik meg helybe, akkor nincs az a sok, ugye, hogy
hogy kiültették valahonnan valahová őket, hanem mindjárt itten, helyben kezdi az életét, és ezt szokja meg. Nagyon picikék még, ekkorák. De hát nőnek ezek majd mind a bolond, csak most gyökereznek egy ideig. Sőt, van, hogy sokkal kisebbek, ezek eredetileg ugye kisebbek voltak, egész ilyen picikébe. Kikelnek nálam egy ilyen keltetőbe, ahogy kikeltek, akkor már hozom ki őket, azt ott kezdik az életüket. A következő sor, az nem sokára be lesz mulcsozva, jöhetnek a paradicsomok, a következő sor pedig egy rakat gyom, amit még majd ki kell tisztítsak, macsettázzak. Szóval itt nincs semmi. A töltésem, ami ugye megvéd a tenger felől érkező árvizektől, azokra ananászokat telepítettünk, de itt idővel elgyomosodtak át, majd kitisztogatom. Hát ez olyan, éppen legyen valami a töltésen. Néha leszedünk egy-két ananászt. Ez, ha marad plusz időm, akkor foglalkozok velük. Azután lesznek itt majd vegyes sorok, lesz két-három vegyes sor, ugyanúgy, mint az előbb. Itt már látható van egy kis retek. Akkor gondolom utána majd jön egy valamilyen salátafajta, akkor lehet, hogy egy-két patlizsán, akkor paprika. Meglátjuk, vegyes zöldségek vendéglőnek meg nekünk. Ez is itt saláta, hirtelen nem jut eszembe, mi a magyar neve. Itten roket salátának nevezik, ilyen pörkölt magvakra emlékeztet az íze, és egy kicsit csípős. Nagyon finom húsokkal, tényleg nagyon finom. Nem tudom, mi a neve, majd megírom. Na. Látjátok, minden múcsozva van, mindenhova, ahova csak tudok, terítem ezt a szénát, mert akkor nem kell, ott se foglalkozzak a gyommal. Hát aztán jön itt ez a hátsó rész, ez még nagyon el van vadulva. Hát itt lesz mit kaszabolnom a zöldet. De hát ez van. Na, de egy sor már itt is be van hátul vetve, méghozzá a szudáni hibiszkusszal, vagy a rozellával, vagy biszappal. A finom, ugye erdei gyümölcsök ízére emlékeztető hibiszkuszfélével. Tegnap előtt vetettem el, nincs 48 órája, hogy földbe raktam a magvakat, és már kelnek. Nagyon gyorsan keltek, ugyanolyan gyorsan kelnek, mint a káposzta, vagy a retek. Hihetetlen gyorsak. Nem is számoltam, tizenvalahány tövet raktam itt, körülbelül 1,5 méterre egymástól. 5 szemet raktam a talajba magot, hogy hát majd a legerősebb marad életben. Ezek is mindjárt körbe lettek így terítve ugye szénával. Ne kelljen kapálnom, több víz maradjon a földbe. A giliszták szépen dolgozzanak rajta, hogy levegős legyen a földem, úgyhogy ez az én módszerem. Aztán itt elkezdtem a két legutolsó sort is földolgozni. Ide majd manióka kerül. Hát ez olyan, ugyanúgy használjuk a maniókát, mint a krumplit, burgonyát. Én mondjuk rá sütve nagyon szeretem. Meg kell főzni egy kicsit olyan félig üvegesre, és akkor olajba kisütni, hát az nagyon jó. Na, de igénytelen növény, talán nem kell vele, majd sokat foglalkozzak. Aztán ide szeretnék egy sor papaját, zokok hasonlók, elég igénytelen, talán nem kell vele sokat foglalkozzak, és a papaját mindenki szereti. Ide a következő sorba szerintem rakok egy sor törpe banánt. Az okok egyszerűek, igénytelen növény, nem kell vele sokat foglalkozzak, és a banánt nagyon szereti mindenki. És gondoltam, hogy rakok egy sor édes burgonyát is. Ne soroljam fel újra az okokat, hasonlóan nem kell vele sokat foglalkozni, és hát nagyjából az emberek szeretik. Szóval így, nagyjából körülbelül a kertnek egy harmada, max fele lesz egy kicsit igényesebb, úgymond nagyon intenzív termesztés, meg munkákat igénylő növényzet. De a másik fele az viszont ilyen könnyebb, egyszerűbb. Lényeg az, hogy legyen elég lúcsom. Hát erre majd valamit szerveznem kell, mert
ez az egy, amit azért, ami sok munkát igényel, kaszálni azt a rengeteg füvet, behordani ide és leteríteni a növények alá. Persze aztán nyerek vele sokat, mert nem kell kapálnom, de úgy hirtelen azért nem könnyű. Ez volt itt a dinnyés sor, fönt a töltés tetején itt éltek a dinnyék. Most is itt lesznek. Az első fészket már elkészítettem, még nem kelnek benne. De a lényeg az, hogy így hetente vetek egy új fészket, hogy folyamatosan legyen dinnye. A régi fészkekből itt még maradtak életben a lények. Szóval itt van egy kis dinnye, nézd be. De hát nem fogom megtartani most ezt a szerencsétlen már lebetegedett növényt, a dinnyéjével majd új kerül ide. De jó, jó bírják. Elgondolkodtató, hogy ha letermet, visszametszem és újra hajtassam, majd kipróbálom. Na jó, hát ennyi, mert letárt itt a 10 perc, és a videóm azt hiszem maximum csak 10 perc, és lehet 11 vagy valami ilyesmi, úgyhogy bármely pillanatban megszakadhat, ne ijedjetek meg. Majd így próbálok hetente fölvenni egy videót, mert nekem is kell, mint a féle kertészeti napló, videónapló, hogy visszanézzem, mi történt, hol tartok, mennyire jutottam. Meg akkor nektek is érdekes, hogy esetleg láthatjátok, hogy fejlődnek itt a dolgok, meg milyen sebességgel, meg hogyan, mint az egyenlítőn. Ennyi. Jó van, akkor ezt megállítom, és elkezdem feltölteni majd az internetre. Sziasztok!